A magyar gazdaság jó helyzetben van. Ezt mutatja, hogy a fogyasztás és a megtakarítások is bővültek idén, ami ez nélkülözhetetlen volt a kormány támogató politikája. Erről beszélt a 21. vállalkozók napján a VOSZ elnöke. Tolnai Tibor kiemelte, hogy a vállalkozók és a kormány munkájának eredményeként csökkent az adminisztráció és mérséklődtek a közterhek. A VOSZ elnöke szerint a hazai vállalkozások versenyképességének növeléséhez viszont a kormány és az ágazat szereplőinek további együttműködésére van szükség. Azokat a célokat, amik a vállalkozások... A vállalkozók számára is fontosak, hogy elérjük adott esetben az Európai Uniós átlagbérek szintjét, minimálbéreket emelni tudjuk. Ehhez stabilan működő kkv van szükség. A vállalkozók napján Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a magyar gazdaság évek óta kiegyensúlyozottan teljesít, az ország idei 5%-os GDP növekedése pedig az egyik legmagasabb az Unióban. A pénzügyminiszter szerint is a vállalkozók és a kormány közötti további párbeszédre, adócsökkentésre és az adminisztrációs terhek mérséklésére van szükség ahhoz, hogy az ország gazdasága tovább tudjon erősödni. További Adócsökkentése van szükség, az adóadminisztrációnak a csökkentésére, szükség van arra, hogy olyan vállalkozásfejlesztési programok induljanak el, amelyek a munkavállalók képzésén keresztül segítenek a vállalkozásoknak. Úgyhogy dolgoznunk kell, tovább a munka még nincs befejezve. A Vosztolna megyei elnöke szerint a vállalkozások egyre erősebbek az országnak ezen a részén, és közülük sokan már régóta készülnek a paksi atomerőmű bővítésére. Évre-lévre fejlődnek a vállalkozások, nő az adóbefizetés is, ami úgy gondolom, hogy a kormánynak is fontos. Ugye nálunk fog épülni a Paks 2, tehát ez egy olyan nagy beruházás, amire már most készülnek a vállalkozások, és nagyon sokan próbálnak oda-oda bejutni, hiszen... Azért ez hosszú távon egy nagyon jó bevételhez jutathatja őket. A VOSZ megyei tagszervezetei, illetve további érdekvédelmi szervezetek előterjesztése alapján idén az év vállalkozói díjakat Tolna megyében négyen vehették át.